kimászna a gödörből a bányász. Mások bélyeget gyűjtenek, tarsanyi érmeket. Tatabányai győzelem a megyei kosárrangadón. Sikeres évet zár a Tatabányai Sportklub. Épül a Via Ferrata a Turuonál. Két idegenbeli vereséggel szakadt meg a bányász foci csapatának remek sorozata. A kékfehérek szeptember 6-a óta 8 meccset vívtak meg veretlenül, így különösen váratlanul érhette a szurkolókat a Moson-Magyaróvár és a harmadik kerület elleni 3-2-es, illetve 2-1-es vereség. Pedig Miskei Attila vezetőedző már a Tököl elleni hazai győzelem után elmondta, közel sem sétagalop az, ami rájuk vár ezen a két idegenbeli összecsapáson. Maximalista az ember, és mindig azt szeretnéd, hogy győzzön a csapat. Meg igazából van már egy stílusa a csapatnak, és ez most, ahogy így lehet látni, a statisztikáknak nem nagyon szoktam így hinni, vagy nem foglalkozom vele, de a legtöbb gólt mi rúgtuk a bajnokságban, de sajnos nagyon gólképesek is vagyunk. Ennek az összhangját meg kell, hogy találjuk, mert a két idegenbeli meccsünkön is rúgtunk gólt. Rengeteg gólhelyzetet hagytunk kihasználatlanul. Folyamatosan támadunk, megyünk előre. Ennek az összhangját meg kell majd találnunk, hogy a védekezésünknek ne menjen a rovására. Mi az, amit te tudsz tenni szakemberként ezen a téren? Hiszen ugye rutinos csatárok vannak, a hátvédsorban is vannak azért rutinos emberek, bár ott azért többször előfordult, hogy mondjuk nem nagyon volt két olyan meccs egymás után, amikor ugyanabban az összetételben tudott a hátvédsor pályára lépni. Igen, pont erről beszélgettem most a fiúkkal, hogy gyakorlatilag azért ez nyáron összeállt csapat, és ugye mivel a hatalmas klubról van szó, ugye azt várja mindenki, és mi is magunktól, hogy a legjobban szerepeljünk, és de hát 15 labdarúgó érkezett, és ezt így megtalálni emberileg is, szakmailag is, kinek a pályán, kinek hol a helye, melyik az a játékrendszer, amiben jól tud teljesíteni, folyamatosan, amit mondasz, nagyon fontos, hogy a védelem is legyen egy kialakult csapatrész. Azt gondolom, hogy erre már úgy hajazunk, és közel járunk hozzá, de ennek az összhangját ezt meg kell találni, és a védekezés meg a támadás, ez nagyon érdekes, mert a támadás az előről kezdődik, vagyis hátulról kezdődik, a védekezés az pedig előről, és hogyha ott valaki nem veszi ki a részét, akkor ott eltolódhatunk, és ott abból komoly problémáink adódhatnak. Minden meccset úgy szeretnénk kezdeni, hogy offenzívát indítunk. Erre az ellenfél felkészül, általában mindenki visszaáll ellenünk, és próbál kontrázni, sőt, hát ezt mindenki ezt csinálja. Én az elején talán mondtam is neked, hogy az MB3 Fradi az a Tatabánya. Mindenki minket akar megverni, erre fel kell készülni lelkileg is, mentálisan is. Meg hát az edzéseken is, ugye, hogy ennek az összhangját ezt mindenféleképpen megtaláljuk, mert az rendben van, hogy támadunk és sok gólt rúgunk, de rengeteg gólt kapunk. Hogy látod, maga a keret az megfelelő erősségű? Tehát minden posztra meg vagytok minőségileg? Hát az az igazság, hogy vannak nagyon meglepő dolgok is, mert ahogy elkezdtük a munkát, és most már ugye megismertem a játékosokat, ők is engem, pont mondtam nekik, ha most azt kellene, hogy egy ősz legjobbját nevezzem meg a csapatba, akkor a 17 éves Krupánszky Balázs nevezném meg, vagy a Folmer Krisztiánt. Ez nagyon érdekes dolog, akik folyamatosan egyenletes teljesítményt nyújtottak a csapatban, a többi az így hullámzó. Ugye megkeresgettük ugye a játékrendszert is, hogy mi az, amiben a legjobban tudunk teljesíteni. Kétszer ugye ezt saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy az nem jó, hogyha mi visszaállunk, és akkor mi próbálunk kontrázni. A játékosok nem alkalmasak arra. Arra alkalmasak, hogy futballozzanak. Ugye a Szeged ellen is akkor tudtunk váltani, amikor ugye átálltunk a két csatáros játékrendszerre. Ugye a Győr ellen is az volt az egyik legnagyobb hibánk, hogy túlságosan átadtuk a területet, a kezdeményezést, és hátul pedig hibáztunk. Ez a csapat nem alkalmas arra, hogy csak védekezzen, és akkor próbáljon kontrázni. Igazából az nem is vezet előre, tehát nincs benne semmi építő jelleg, kivárásra játszani. Én azt gondolom, hogy ezt nem engedheti meg magának ez a csapat. Jön az ősz utolsó meccse, hazai pályán, mit vársz? Hát mindenképpen győzelmet, mert az első 5-6 csapat az el fog menni a mezőnytől, ez látszik. Ugye akár a Budaörs meccsünket említem, vagy akár a Dorogi meccset, hát abszolút én azt gondolom, hogy
most az NB3-as bajnokságban, ebben a bajnokságban nem sok csapat van, aki nagyobb játékerőt képvisel, mint mi. A dolog azért lehet első, mert borzalmasan szervezettek, a Budaörs az pedig olyan játékos kvalitásokkal rendelkezik, ugye, amelyik mérkőzéseket tud nyerni. Nekünk csapatként kell majd helytállnunk. Visszatérve egyébként erre, azt gondolom, hogy a keret alkalmas, de a célokat azt reálisan kell nézni, mert a mostani NB2-nek az élcsapatai, illetve azt mondom, hogy az alul lévő csapatok is nagyon komoly költségvetésből gazdálkodnak, kiszámítható költségvetésből gazdálkodnak. Ha azt nézem, ugye a dologgal kétszer is jártam, úgyhogy feljuthattunk volna, egy nagy csalódás volt, hogy nem mentünk fel, de abszolút megértem, mert annak semmi értelme, hogy fölkerüljön az ember és a csapat, és akkor pofozógép legyen, ha nincsen annak alapja, hogy a csapat felkerüljön. Van egy kifutott eredmény, akkor utána jön a, bocsánat, hogy így mondom, a pofára esés. Úgyhogy ezt lehet látni akár Csákváron is. Tehát, hogyha egy csapat képes arra, hogy mondjuk egy bajnokságot megnyerjen, ott ugye nagyon sok mindennek össze kell jönni, de utána folyamatos investíció kell, fejlesztés kell a csapatot is, a játékos keretet is, mert ez az NB2 tényleg profi. Két idegenbeli vereség. Mekkora csalódásként élted ezt meg? Hát csalódott nem vagyok, de nagyon-nagyon szomorú, megmondom őszintén, arról beszélgettünk ma is az öldözőben, hogy mi két olyan csapatot kaptunk ki, és kaptunk 5 gólt, akik nem lebecsülőket, azért mögöttünk vannak, rugott gólokban, pontokban, kapott gólokban, és az a szomorú benne egyébként, hogy mind a két meccset meg kellene nyernünk, hiszen emberelőnyben játszottunk, az első mérkőzésen 42 percet, a második mérkőzésen 30 percet. Szomorú vagyok, de viszont azt tanultam régen, hogy amíg vannak helyzeteink, de ne legyünk annyira szomorúak, és nekünk nagyon-nagyon sok helyzetünk van. Most, hogy miért nem tudjuk berugni, ez egy költői kérdés, amit föltettem magamnak, nekik is föltettem egyébként. Fogalom nincs, tehát nagyon sokat gyakorolgatjuk egyébként, és hát olyan játékosaink vannak, akik eddig ezért berugdosták, hiszen nagyon sok gólt rúgtunk, azt hiszem, mi rúgtuk a legtöbb gólt most az NB3-on, ebben a mezőnyében. Valami most kicsúszott a kezünkből, elengedtük Fortunának a kezét, hát most próbáljuk visszarángatni valahogy, mert mindent megcsinálunk, mindent jól csinálunk szerintem. Nagyon-nagyon sok helyzetünk van, és hát ilyenkor, ahogy szokott, ahogy illik, az ellenfél megkontrázt bennünket, és gól kapunk utolsó percben a kerület ellen. Nekünk volt előtte a hat, akkor az ígyszerünk, hogy annyira rúgdostuk a kapus kék zöld szegény még most is. Ez a focinak sajnos a törvénye, hogy ha kihagyod, akkor jön a büntetés. Sajnos mindkétszer megbüntették bennünket, de mondom, mindent megcsináltunk. Helyzet kihasználása sajnos, ez egy ilyen dolog, ez nem tudom, hogy képessége, vagy pszichika, vagy nem tudom mi, de ez a legnehezebb dolog a világon egyébként a góllövés. Most nekünk ez nem megy. Talán feltűnhet a nézőknek is, a vágóképeken egy színes bőrű srác, aki, ha jól tudom, akkor ma érkezett hozzátok próbajátékra, ugye Joe művész néven fut. Mit lehet róla tudni? Volt már itt nálunk egy évvel ezelőtt a Sári Sáptasnál egy hétig legalább, de aztán valamilyen oknál fogva vissza kell neki menni valahová. Pontosan nem tudom, nem értem a srác, most megnézzük, hogy néz ki. Tatamányan lakik már, egyébként magyar felesége van, tehát elvileg kicsi bányász, ugye, ő is, úgyhogy megnézzük, hogyha úgy alakulna, hogy esetleg tudjuk használni. Ha jól emlékeim nem csinálnak, akkor csatár, és nem mozgat rosszul közöttünk akkor. Akkor elváltunk, és most újra jelentkezett a felesége, hozta a múlt héten, hogy nézzük meg újra. Ez a legkevesebb. Dinamika, vagy mi az, amit esetleg ő hozhat a csapatba? Esetleg kell bármit még pluszban hozni ebbe a csapatba? Nem hozzá jön nekünk, szerintem egyre többen leszünk, de ha azt nyújtja, amit én látom tőle, akkor igen, egyre többen leszünk bevethető játékosok. Fiatal srác, sokat tud futni, ahogy láttam, elég technikás is. Ez a csapat, most azt mondok, hogy tud mindent. Picit talán túl sokat beszéltünk arról, hogy uraljuk a meccset, és most uraljuk, az a baj, túlságosan uraljuk a meccset, és nagyon kinyílunk szerintem, nagyon-nagyon támadó felfogásba játszunk. Jó focistáink vannak egyébként, ezt el kell, hogy mondjam. De most valahogy nem sül az, ami eddig sült, eddig Tibi berúgdosta, simán kihagyta, berúgta az ilyen helyzeteket, a Szecsa is, mindenkinek bement eddig, a Folmer Krisztiánnak, most a Árvai Daninak, most kimaradnak, most nincs szerencs, Mori Tominak. Most valahogy nem megy, meg kell találjuk az okát, de szerintem a hétvégén mérkőzésen már visszatérünk a régi kerékvágásba. Csatárként van annál idegörlőbb dolog, amikor megvannak a helyzetek, megvan a csapatjáték, működik az egész, jobbak vagytok az ellenfélnél, de valamiért azok a helyzetek, amik korábban bementek, most nem akarnak? Igen, sajnos az utolsó két mérkőzés ez így sikerült. Van hiányérzetünk, mint csatároknak, illetve támadó játékosoknak. Talán még ez egy
picit talán a mi szemszögünkből a jobbik eset, amikor a helyzeteink megvannak, mert ennél már csak az rosszabb, amikor helyzet nélkül kapunk ki, úgyhogy bízunk benne, hogy az utolsó fordulóban azért javítunk. Gyakorlatilag minden meccsen elmondható, hogy az ellenfél beáll védekezni, és ugye ti nyomhattok, ti támadhattok. Valószínűleg ebben benne van az, hogy azért tisztelik a bányászt, és respektálják azt a tudást, ami a csapat mögött van. Érzed ezt te is ebben a mezőnyben? Abszolút egyet értek veled. Mindenki hát úgy kezd ellenünk, hogy visszaáll, aztán a mérkőzés alakulása teszi függővé a további menetét a mérkőzésnek. Érzem ezt egy picit, hogy tisztelnek bennünket, remélem, hogy rá fogunk szolgálni ezen a hétvégén erre újra. Ugye volt azért egy 8 meccses veretlen szériátok, ami azért nagyon jól sikerült. Gondolom, hogy nem úgy álltatok neki ennek a két meccsnek, hogy benne lehet az akku, akár a gondolataitokban is. Nem, abszolút úgy készülünk minden mérkőzésre nyilván. Ennek a csapatnak minden mérkőzés meg kell nyernie. Erre a kettőre is úgy készültünk. A mérkőzés képe alapján benne is volt ez. Sajnos ez benn maradt most. Az őszi idény utolsó mérkőzését november 22-én szombaton délután 1 órától játssza a Bányász az Újbuda ellen a Grosics Gyula stadionban. Stílusosan újabb érmekkel koronázta meg egész éves parádés szereplését Tarsándor, a Tatabányai Sportklub ökölvívója. Az 52 kilóban vitézkedő sportoló előbb a zágrábi ifjúsági Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet, majd korosztályának országos bajnokságán diadalmaskodott, zsinórban harmadszor. Szeptemberben elkezdték a felkészülést az Európa-bajnokságra, és Zágrában volt az Európa-bajnokság múlt hónap 17-24 között, ahol a Sanyi részt vesz szintén, már a negyedik világversenye, most sikerült neki egy érmet szereznie, úgyhogy bronzérmet hozott haza. Mennyire volt nehéz ez a mezőny, te hogy láttad? Hát az igazság, hogy megint a nehezebb ágra került, tehát oroszok, angol, ukrán az ágán volt, és a másik ágon már mindig a versenyző volt, aki megvert. Az OB-n aratott győzelem az gyakorlatilag egy kötelező feladat volt Sanyinak? Hát valahol igen, csak hát az elvárás az mindig tudod, akkor nehezebb, amikor már úgy vagy biztos a dolog, tehát neki bizonyítani kellett, tehát az ellenfelek nyilvánvalók, hogy gondolták, hogy most a bajnokot kell megverni. De hát nem jött össze senkinek, megszorítani sem tudták? Hát igen, azt mondom, hogy az első mérkőzés az nagyon félperces meccs volt, a második egy ilyen presztízs meccs volt, egy régi riválisával, a Paksi gyerekkel, megoldott a szép mérkőzésnek, nem lehetett mondani, így mondom, hogy nagy harc volt, de jó mérkőzés volt, a döntő pedig a régi, mondjuk így, hogy riválisával, a Csókával találkozott, de most nagyon simán leiskolázta. Hát akkor kérdés az, hogy merre tovább, mi az, ami még igazi kihívás lehet Sanyinak, valószínűleg ez inkább a nemzetközi mezőny, nem? Hát én a Sanyinak azt a mércét mindig föltettem, hogy nemzetközileg éri meg valamit csinálni, hogy egyszer ilyen szintű versenyző van. Tehát ő ilyen képességekkel rendelkezik, kezdi megérteni, az eredmények is kezdenek jönni. Így mondom, hogy mint első éves ifiként, tehát amikor 3-3 percet kell boxolni közel a felnőtt mezőnyhöz, tehát a felnőtteket megszégyenítő ökörülók vannak már. Itt első évesen így mondom helytállni, azt mondom, hogy ez jó eredménynek számít szerintem. Mi az, amit vársz tőle mondjuk a következő évben, akkor ugye már egy picit rutinosabb lesz ebben a korosztályban? Igen, rutinosabb lesz, a súlyával nem tudom mennyi leszünk rendben az 52 kilóval, mert azért csak nyúlni fog, nem tudom mennyire fogja tudni, ha ezzel hozza, akkor sajnos úgy csoportot kell váltanunk, tehát ezeket a dolgokat figyelembe kell vennünk. Akad itt azért másik Európa-bajnokság is, és ugye Vörös Márton személyében szintén egy jó kis hazai siker. Igen, a Vörös Marci, aki egy évvel fiatalabb a Sanyinál, ebben az évben Anapába került ki a junior Európa-bajnokságra, ahol egy mérkőzést tudott nyerni, és a másik mérkőzés egy ukrán ellenfél ellen ott már sajnos nem tudott tovább lépni, így 5. helyen végzett. A Marcinak is sikerült nemzetközileg is szerepelni, így két válogatott versenyzőnk van a szakosztálynál. Mivel zárjátok az idei évet, milyen küzdelem vár még a tatabányai boxolókra? Hát most lesz még a Mikulás kupa, ami már 10. alkalommal megrendezzük a gyerekeknek, és utána felnőtt magyar bajnokság, még azzal zárjuk az évet. Sanyi, hát gyakorlatilag érem halmozással zárod ezt az évet, úgy néz ki. Kezdjük akkor az IFI EB-vel, ami egy nagyon jó kis szereplés, ugye már egy bronzérem jött össze. Kérlek, meséld el a meccseket, hogy hogyan haladtál a bronz felé. Első körben boxoltam egy német srácca, ügyes volt, erős, megoldottam, ilyen 2-1-es pontozással nyertem. Utána másnap román srácsal boxoltam az éremért, ott nagyon jól ment a box, ott nyertem,
utána döntőbe jutási boxoltam egy angol srácsa, sajnos alul maradtam. Én volt ugye már Muhammad Ali, ugye, mert ez volt a neve, és egy nagyon erős srác volt, azt hallottam. Világbajnok is volt, most Európa bajnok, erős volt, igen. És következett ugye bár az országos bajnokság, ez kötelező győzelem volt? Tehát úgy állta hozzá, hogy neked ezt meg kell nyerni? Hát meg. Volt egyébként izgalmasabb összecsapás így az országos bajnoksága? Mi volt ez, kivel? Döntőben. Csóka Nándor. Ő nagy riválisod? Ő már másodéves, ő is volt EB-n, VB-n, ő a másodszámú válogatott, úgy most ő már másodéves, most megy föl felnőttbe. Mik a következő kihívások, amik rád várnak, és milyen célokat tűztél ki magad elé? Hát most a jövőre még ugye ifi vagyok, másodéves, ott EB-t meg szeretném nyerni, utána meg továbbiakban felnőtt válogatott szeretnék lenni, aztán olimpia. Az ifjúsági OB-n nem csak Sanyi, hanem Babacsik Krisztián is remekelt. Kalló László tanítványa a 81 kg-os mezőnyben harmadikként zárt. Szomszédvári mérkőzésre került sor a női amatőr NB1-es bajnokságban, kosárlabda bajnokságban, amikor a tatai ese a tatabányaiak csapatát fogadta. A tataiakat láthatjuk fehér mezben, a tatabányaiakat pedig a hagyományos kékben. A tataiak kerete Jakubovics Dóra, Sipos Tünde, Kis Csenge, Orsos Bogdán Lívia, Jagica Diana, Kis Judit, Veres Kinga, Pálmai Nóra, Ábrahám Márta, Bodor Éva Mária, Kisznér Piroska Eszter és Togyariska Sanett voltak. A bajnoki tabellán elfoglalt helyek alapján a vendégegyüttesnek adta nagyobb esélyt a szakemberek. A tatai csapat teljesen átalakult, több új játékos kell beépíteni a csapatba. Sérülések is tizedelik a csapatot, habár Orsos Bognár Lívia megpróbálta játékot, de még lehet látni a mozgásán, hogy azért az a sérülés még javításra szorul. Az eddig lejátszott mérkőzések azt bizonyították, hogy el kellene egy magas center, akire égetően nagy szükség lenne a tataiaknak. Tetemes tatabányai vezetés ellenére kisebb fejmosást kaptak a kékmezes lányok edzőjüktől, mert nem azt kapta vissza az edző, amit kért a játékosoktól. A félidei pihenő után is a kékmezes vendégek irányították a játékot, pontosabbak voltak, gyorsabban játszottak, és pontosabban fejezték be a támadásokat. Bátran vállalták a három pontosokat is. Sajnos a tatabányaiak védekezésben is felülmúlták a tatai lányokat, alig adtak lehetőséget a tataiaknak a dobásokhoz. A harmadik negyedben mindössze 4 pontot sikerült dobni a fehér mezeseknek. A tataiak védekezése is hagyott kívánnivalót maga után, mert a saját palánk alatti lepattanókat rendre a vendégek szedték le és dobták be. Az utolsó negyedben a tataiak is szereztek pontokat büntetőkből, és 2-3 szép tempó dobással jutottak pontokhoz. A vendégek már csírájában igyekeztek elfolytani a tatai indításokat, többször sikerült is nekik, és ezekből aztán büntetőket harcoltak ki, és hát alaposan megszólták magukat. Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a játékképe alapján nem túlzott az eredmény sem, ami 123-31 számszerűen a tatabányaiak javára. Nem volt se irányító, se center, úgy nem lehet játszani. Megsérült mind a kettő. Az ilyen mérkőzéseken mi lehet mégis az elvárás, amikor valóban úgy látszik, hogy különbség van a játék tudásban, a létszámban, a lehetőségekben, az edzés lehetőségekben, a játék lehetőségben. Mégis mit lehet elvárni a mélyeinktől egy bajnokság során? Csak a tisztes helytállást. Vannak olyan játékosok, akik még várhatók, hogy jönnek és hiányoznak, esetleg sérülés vagy egyéb másokán? Persze, mondom, a center és az irányító, tehát a Lívia, illetve a Kisznér Piroska nincs, mert neki a dereka, a Líviának a térde, de ez várható volt, hogy sorra mindenki lesérül, ez várható volt. Tehát az az edzés, amit mi tudunk csinálni, vagy amit csinálunk, az nulla. Egyelő a nullával, a szakmai rovására megy. Meg lehet nézni, fél pályán edzünk, meg lehet nézni sérülés hegyek, mellé semmi. Semmi, amit játszani tudunk, nem lehet. Félpályára nem lehet kosárlabdázni. Az önbizalomnak is a rovására mehetnek az ilyen alakulású mérkőzések? Hogyne, állandó veszekedés van a pályán.
Ezt mivel lehetne elejét venni? Ha lesz majd helyünk, és lesz lehetőségünk edzeni, nem fél pályán edzünk, akkor azt gondolom azért a szakmai munka is újra visszamegy a helyére. Ha tabellára nézzünk, akkor azt mondjuk, hogy egy edzőmérkőzésnek is fülfogató, a valóságban viszont azt hiszem még annak sem lehetett talán jó. Én ezt nem mondanám, igazából minden ellenfelünknek meg kell adni a kellő tiszteletet, és saját magunknak ki kell harcolni ezt. Egy biztos, komolyan vettük a mérkőzést, az ellenfelünk becsülettel küzdött, nyilvánvalóan ők létszám problémával, meg egyéb más gondokkal is küzdenek, és idén mi nekünk nem csak a csapatunk, hanem a kispadunk is viszonylag hosszú, így mi fizikailag cserékkel is végigbírtuk a mérkőzést, de azt gondolom, hogy ez jelzi a kellő tiszteletet sokkal inkább, mint hogyha nem vettük volna komolyan a mérkőzést. Voltak céljaink, nem mindent tudtunk megvalósítani, de azért helyenként jól védekeztünk, helyenként jó volt a helyzetkihasználásunk, és azt gondolom, hogy nem megcáfolva önt, hogy ettől függetlenül mi ezt egy komoly mérkőzésnek vettük, és örülünk, hogy ilyen gólgazdag találkozón tudtunk nyerni. Milyen elvárás van ilyenkor a játékosokat szemben, amikor ők is, maguk is nagyon jól tudják benne a pályán, hogy egyszerűen olyan fölénben vannak minden vonatkozóan a játék minden elemében, hogy akár még lazíthatnának is? Pont ez volt a feladat, hogy egy olyan ellenfél ellen, aki ellen viszonylag könnyebben tudjuk a begyakorolt sémákat, taktikai elemeket gyakorolni, kötelező teljes odaadással és figyelemmel csinálni, mert mi viszonylag keveset tudunk csak edzeni, és pontosan az az elvünk, hogy egy-egy ilyen mérkőzés, edzés, feladatok gyakorlása éles körülmények között, játékvezetővel, ellenféllel, idegen pályán, stb. Azt gondolom, hogy a mentalitásunk, a hozzáállásunk az példás volt 40 percen keresztül, persze hibák csúsztak a teljesítményünkbe, de ez így elfogadható. Ebben a bajnoki sorozatban profi játékosok vannak, vagy szó értelmében vetten csak amatőrök játszhatnak? Teljes mértékben amatőrök vagyunk. Igen, jól mondja, azt hiszem nem is játszhatnak profi szerződéssel rendelkező játékosok, de a mi csapatunk is azt gondolja, hogy mindenki, de beszéljünk a mi csapatunkról, mindenki vagy tanul, vagy dolgozik, és heti két alkalommal kedvtelésből kosárlabdáznak a szabadidejükben. Azt gondolom, hogy ehhez képest a teljesítményük megfelelő volt. Milyen célok vannak Tatabányán a női kosárlabdát, illetve most, hogy vezetik a bajnokságot? Hát vezetjük a bajnokságot, de ez kicsikét felemás, mert a két csoport van, és a másik csoportban is vannak jó csapatok. Mi egyértelműen a bajnoki négybejutást és azon belül is a döntőt tűztük ki magunknak célként. Tehát ez nem a vezetés elvárása, hanem mi azt mondtuk, hogy nekünk akkor éri meg ez a sok törődés, fizikai munka, nehézség, amit a munka mellett el kell vállalni. Hát most is vasárnap este van, és még nem vagyunk otthon a családunknál, de mi szeretjük ezt csinálni, de egyértelműen a négybekerülés tűztük ki magunknak célként. A Sportkert első felében elemeztük a Bányász foci csapatának két balul sikerült idegenbeli meccsét, beszámoltunk a legfrissebb tatabányai ökölvívó sikerekről és a Tatabánya női kosárlabda rangadóról is. A műsor hátralévő részében Sámuel Botonddal értékeljük a Tatabányai Sportklub 2014-es évét, majd megismerhetik a Turónál épülő Via Ferrata részleteit. Atlétika, birkózás, női kézilabda, súlyemelés, teke, tenisz, vívás. Magunk is rendszeresen beszámolunk a Tatabányai Sportklub szakosztályainak eredményeiről. Az év végének közeledte természetesen alkalmat ad az összegzésre. Mielőtt magukat a szakosztályokat, azok versenyzőit és edzőit kifaggatnánk, Sámuel Botondot, a TSC ügyvezető elnökét kértük meg a 2014-es év értékelésére. Azt gondolom, ismételve önmagam, talán a nézők meg kicsit unják, de szerintem ez a pozitív hír, hogy ismét büszke lehet a Tatabányai Sportklubot, a Tatabánya az elmúlt év eredményeire. 2014 a magyar sport szempontjából azt gondolom egy vízválasztó, és azt gondolom az elkövetkezendő 7 évet nagyon-nagyon meghatározó kezdetnek volt az induló pontja, induló állomása.
biztos ismeretes a kedves nézők előtt, 2013-ban a kormányzat megszavazta 16 olimpiai sportágnak az úgynevezett sportágfejlesztési koncepciót, ami az elkövetkezendő 7 évben 135 milliárd forintnyi pénzbeáramlását jelenti ezen olimpiai sportágakhoz. Ez a tatabányai sportklubot 5 sportágban érinti: vívás, ökölvívás, birkózás, atlétika, illetve mint látványcsapat sportág a kézilabda. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 10 szakosztályunkból 5 ebben a plusz forrásban részesült, és részesülni fog az elkövetkezendő 7 évben. Óriási segítség, egy nagyon-nagyon egyszerű, világos és átlátható rendszer. Alapvetően nézi ez a Matrix az eredményeket, a tradíciót, az infrastruktúrális lehetőségeket, az edzői végzettséget és nyilvánvalóan az eredményeket. És ez alapján minden sportági szövetség úgynevezett műhelytámogatás formájában segíti a klubokat. Mondom, ezen az 5 sportág tavaly, illetve idén ebből a forrásból már tudott részesülni. Ezt mindenképpen fontosnak gondoltam, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, és ugye eddig a legfontosabb és a legfőbb lávunk a városi segítség volt, most legalább ilyen jelentős lett az állami segítség. Ha sorba vesszük a szakosztályokat, mindenhol van ok a büszkeségre, hangsúlyozta a klubvezető. Atlétikában szerintem az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb eredményét érte el Salamon Zoli és csapata, illetve hát a versenyzőik, hiszen Schmölz Márk és Lutheran Petra személyében a Nanjing ifjúsági olimpián képviseltük Tatabányát. Márk gyönyörű dobogóval, harmadik helyezéssel, és Petra pedig egy nüanszal lecsúszva negyedik helyezéssel tért haza. Azt gondolom, ez egy hatalmas eredmény, és egy nagyszerű jövőnek a kezdete lehet az atlétikai szakosztály életében. Legfontosabbnak ezt gondolnám, illetve immáron 9-szer rendeztük meg a serdülő magyar bajnokságot. Talán szerintem mondhatom, a szövetség elnöke ismét jelen volt, megtisztelte mind a 2 napon keresztül az eseményt, és a felső hangon beszélt a rendezésről, és a 10-et is nekünk ígérte, úgyhogy ez is egy rendezés szempontjából szerintem ez egy nagy kihívás és egy megtisztelő dolog. Birkózás, szintén magyar bajnokok és diákolimpiai bajnokok tömkelegét nevelte Katona Géza és Turák Pál, Árvai Márk szintén válogatott, Réci Bianca szintén kint volt világversenyen, úgyhogy őrzik a hagyományokat, és folyamatosan tudunk szerepelni a válogatott színeiben. Csak így tovább azt tudom mondani. Ökölvívásban ugye földi ösztöndíjasunk Tar Sándor, aki tavaly talán mondhatom, egy kicsit megelőlegezve kapta meg az ösztöndíjat, de idén megszolgálta, hiszen a legfrissebb eredményünk múlt héten Európa-bajnoki bronzérmes lett Sándor. Ezúton is gratulálunk neki, és azt gondolom, hogy nem megelőlegezve, vagy megelőzve a kuratóriumi döntés, de nagy eséllyel indul a jövő évi földi ösztöndíj választáson is. Úgyhogy ez egy nagyon nagy eredmény, és egy nagyon nagy dicsőség az ökölvívók számára. Amit még itt fontosnak gondolnék, hogy ugye Kardos Dudu és Rózsa Bandi és Kaló Laci elkezdett egy olyan munkát, aminek néhány éven belül szerintem nagyon-nagyon komoly eredményei lesznek, és nem csak egy Tar Sándorunk lesz, hanem akár több válogatott boxolunk Tatabányán. Súlyemelésben Póca Karcsi és szakosztálya őrzi az elitben a helyét. Több magyar bajnoki címet is sikerült szereznünk, itt is válogatott versenyzőt adtunk Fekete Ádám személyében, aki nagyon-nagyon tehetséges és nagyon-nagyon ambíciózus fiatalember, nagy jövő előtt áll. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy sajnos például a súlyemelés ebbe a 16 kiemelt sportágba nem került bele, hiszen valahol mindig kell húzni egy vonalat, hát sajnos a súlyemelés a vonal alá került. Nyilván az Országos Szakszövetség vezetősége dolgozik azon, hogy vonalon belülre tudjon kerülni. Mi itt a magunk lehetőségei szerint a súlyemelő szakosztályt továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk és támogatjuk. Vívás, Plásztán Attiláék elkezdték a munkát 3 éve. Idén már van egy zászlós hajója ennek a munkának, ugye Gnám Tamara személyében, aki 14 éves kora ellenére a 17 éves országos ranglistán a 3., sőt már felnőtt versenyen is megvillantotta a tehetségét, és csapatvilágbajnok vívónőkkel szoros asszókat tud vívni. Most is éppen külföldön tartózkodik, Németországba. Attila elmondása szerint óriási jövő előtt áll. Én azt szoktuk beszélni itt az Attila, vagy talán a női Esztergályos Patrik. Ugye Patrik eredményeit nem kell bemutatni a tévénézőknek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy Tamara hasonló sikeres pályafutást fog befutni.
de amire legalább ilyen büszkék vagyunk, hogy közel 70 kisgyerek vív ismét Tatabányán, lesz miből meríteni. Úgyhogy a vívás is azt gondolom, hogy nagyon jó úton jár. Tekés lányok, már tavaly is meglebegtették, de akkor sajnos még nem jött össze. Idén visszajöttek a fehérvári tatabányai lányok, vagy tatabányai fehérvári lányok, hiszen néhány évvel ezelőtt egy komplett csapat Fehérvárra igazolt. Ezeknek a lányoknak a többsége idén visszaigazolt, amit mutatnak is az eredmények, hiszen most a fordulón, ugye az őszi bajnokság végén, a tavaszi kezdetén a negyedik helyen állunk, nüanszokkal, ugye, ami azt jelenti, hogy a felsőházban fogunk a rájátszásba szerepelni, nüanszokkal szoroltunk le a dobogóról, de azt gondoltuk, ugye Szajer Györggyel, illetve Soltész Attilával, amikor elemeztük a csapat lehetőségeit, hogy nem nagyon lepődnénk meg, hogyha dobogóra állna ez a csapat, ami azt gondolom, hogy történelmi tény lenne, mert még tudomásom szerint női tekecsapat Tatabányáról nem áll dobogón szuperligán. Ez most ebben az évben reméljük, hogy megadatik. Női kézilabda. Itt egy picit visszább csúsztunk, hiszen a tavalyi NB1B-t megpróbáltunk és egyelőre kevésnek találtattunk. Olyan nagyon nem bánjuk, hiszen itt volt egy lelkes csapat, elkezdődött egy munka, viszonylag hamar jöttek a sikerek és 3 éven belül az NB1B-be tudtunk jutni, ahol meg kellett erősödnünk igazolt játékosokkal. Ez is lehet egy út, mi azt gondoljuk, hogy nem ezt az utat fogjuk választani, hanem azokat a tehetséges 14-15 éves Gyurkovics Pistánál edződött dózsás gyerekeket fogjuk menedzselni, vagy szeretnénk menedzselni, egy 2-3 éven belül ők alkossák zömében a tatabányai női kézilabda csapatot, és velük szeretnénk egyelőre az NB2-ben megerősödni, és aztán nyilvánvalóan 2-3 éven belül ismét visszajutni az NB1B-be. Történt edzőváltás, itt Szurcsik Pista, nem kell bemutatni szintén, volt tatabányai NB1-es játékos, pedagógus, ugye az Ötvös Gimnázium tanára, nagyon-nagyon jó érzékkel és nagy ambícióval foglalkozik a lányokkal. Én azt gondolom, hogy ennek is meg lesz az eredménye. Jelenleg éppen egy olimpiai ciklus közepén vagyunk, ráadásul egy olyan olimpia után, amely tatabányai szempontból ritka eredményes volt. Kérdés, lehetnek-e hasonló álmaink a 2016-os riói játékok kapcsán? Nyilván ugye más tollával nem illik ékeskedni, de szerintem Csernovicki Éva ismét ugye a tatabányai reményeket életben tartja, tehát biztos, hogy lesz tatabányai olimpikonunk Éva személyében. A tatabányai sportklub is dolgozik ezen. Egyelőre azt gondolom, hogy messze van még Rio. Érdekes az eset például ökölvívásban, ugye Tarsanyika 17 éves, Európa-bajnoki bronzérmes ifjúsági korosztályban, nagyon a felnőtt válogatottal folyamatosan együtt dolgozik és együtt készül, folyamatosan edzőtáborokban vannak külföldön, számít rá a szövetségi kapitány, viszont van egy olyan szabály, hogy 19 éves kor alatt nem lehet indulni olimpián, és annyi nem fogja még betölteni Rióban a 19 évet, pedig a tehetség és a szorgalma révén ott lehetne már. Úgyhogy sajnos van egy ilyen paradox helyzet, nem tud még Sanyi az olimpiára kijutni, de atlétikában is vannak reményeink, illetve hát ugye azért itt emlékszünk, hogy 2 évvel ezelőtt polgármester úrral szövetkezve és Csernovicki Csaba ajánlására egy Ungvári Miklósnak adtunk lehetőséget Tatabányán, aki ezt parádésan meghálálta, és egy nagyszerű eredményt produkált Londonban. Azt nem mondom, hogy lesz ilyen meglepetésünk, de ki tudja. A Tatabányai Sportklub edzői december 10-én egy jó hangulatú, közös tekézéssel ünneplik az idei közös munkát. A most épülő vasalt mászó utakkal tovább bővülnek a turisztikai látványosságok a Kőhegyen lévő Turul-szobornál. A népszerű kiránduló helyen hamarosan látogatóközpont épül, fejlesztik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat. Hangzott el a helyszínen, ahol Schmidt Csaba polgármester, Bencsik János országgyűlési képviselő, Sámuel Botonda vértes agórája ügyvezetője és Kovács Tamás alpinista tartott tájékoztatót. Jól emlékeznek a tatabányaiak, hogy egy vonzó turisztikai, helyi turisztikai hétvégi és vasárnapi piknikes hely volt a Turul parkerdő, akkor, amikor még a kockás abroszos kis csárda is működött időszakosan nyári időszakban. 25 éve vágynak arra az itt élő emberek, hogy újra megfelelő szolgáltatásokkal együtt lehessen ellátogatni a Turul környékére.
hamarosan elkezdődhet a városi önkormányzat döntése alapján azok a turisztikai fogadó központok a kialakítása, és arra igyekszünk a várossal közösen ráfűzni azokat a turisztikai attrakciókat, amelynek egyik eleme lesz a Via Ferrata, amelyről azért azt tudni kell, hogy nem csak a bátrak, hanem a eszüket a helyen hordók számára készül. Tehát a biztonsági előírásokat, a kötelezően előírt védőfelszereléseket nem szabad nélkülözni. Ezen túlmenően a tatai önkormányzattal együttműködésben a fényes fürdőn hamarosan átadásra kerül az ottani fényes fürdői tanúsvény. Az ökoturisztikai központ Tatán, Vértes szőlősön szeretnénk, hogyha megújulna a látogatóközpont a Előember telepen. Ezeket az attrakciókat összefogva juthatunk el odáig, hogy Tatabánya a Tatai medencével együtt a hazai ökoturizmusnak az egyik nagyon fontos állomása. Az alpesi vidékeken már régóta népszerű Via Ferrata olyan vasalthegyi út, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást, így azt nem csak képzett sziklamászók használhatják. Mindezekhez azonban az útvonalak nehézségi fokától függően biztonságot nyújtó felszerelésre, beülőre, sisakra, rögzítő karabinerekre is szükség van. Napjainkban reneszánszát éli az aktív turizmus ezen formája, csak Ausztriában közel 500 ilyen út található. Ez a könnyen elsajátítható, viszonylag kis felszerelés igényű sport egész Európában milliókat mozgat meg, és hazánkban is 10 000-re tehető a kedvelők száma. A cseszneki kőmosó szurdokban Magyarország első vasaltútjait 2013 nyarán adták át a turistáknak, a tatabányai ennél jóval nagyobb és izgalmasabb pályákat kínál a mászóknak. A kőhegy természetes adottságait kihasználva 3 vasaltút épül a közepestől egészen az extrém nehézségűig. Én vagyok a felelős, de hát nyilvánvalóan az Agora sok mindenhez ér, de nyilván sok mindenhez nem, ezért szakértőket és ehhez a dologhoz hozzáértő társakat bevontunk, Kovács Tamás és cége személyében. Alapvetően az Agora a tulajdonos és a projekt gazdája, de az üzemeltető Kovács Tamás és csapata lesz. Ez profi sziklamászóknak, túrázóknak fog szólni, vagy egyszerű földi halandó is végig mehet majd rajta? Hát az utóbbit gondoltam, de most a helyszínen megszemlélve egy kicsit átrendeződtek a gondolataim. Ijesztőnek tűnik, de a szakemberek megnyugtattak, hogy azért ez abszolút nem lesz annyira ijesztő. Nyilván lesznek olyan részek a 3 útvonalból, amelyik a nagy lakosság számára is, tehát alapvetően szinte mindenki meg fogja tudni mászni, lesz közepes erőség és lesz az igazán profiknak szóló is, úgyhogy mindenki meg fogja találni a számítását. Mikor lesz az avatás? Polgármester úrral még ezt egyeztetjük, valamikor november végén, december elején készül el, nyilván utána következnek a tesztmászások, finomítások, valamikor a tavasz legelejére tervezzük. Ez ingyenesen használható le? Így van, ingyenesen. Ami pénzbe kerül, tehát hogyha valakinek van megfelelő felszerelése és ehhez való tudása és bátorsága, akkor ingyenesen tudja használni. Ha valaki alkalomszerűen, akkor lehetőség lesz bérelni a felszerelés, az nyilván pénzbe kerül, illetve lehetőség lesz Tamásék személyében vezetőt, illetve profi segítséget is igénybe venni. Még egy földhöz ragadt kérdésem van, a kórházzal egyeztettek mondjuk előre, hogy ide fel tud jönni a mentőhelikopter, ne adj Isten. Hát azért nagyon remélem, hogy erre nem fog sor kerülni. Én azt gondolom, hogy ez körülbelül olyan üzem, mint egy sípálya, vagy egy uszoda, tehát mindenki saját felelősségére és az erejét, illetve a lehetőségeit figyelembe véve fogja használni. A tatabányai vasaltmászó utak fontos szerepet tölthetnek be a térség turisztikai kínálatában, és komoly hazai és külföldi érdeklődést válthatnak ki. Voltak olyan vádak, hogy itt természetkárosítás folyik a sziklákon, még az ebben. A Dunaipoly Nemzeti Parknak az engedélyére volt szükség ahhoz, hogy ezt a sziklafalon ez a mászóút kiépítésre kerüljön. Ők minden ilyen kérdést, minden ilyen természetkárosítással kapcsolatos vádat megvizsgáltak, és engedélyt adtak arra, hogy ez a mászóút kiépíthető lehet. Itt most arról szól ez az út is, mint minden ökoturisztikai beruházás, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a természetet az emberhez, hiszen ezzel a mászóúttal egy
kapcsolatot tudunk teremteni a sziklafal és a tatabányaiak, illetve az ide érkezők között. Ez egy egyedi látványosság az országban, hiszen ez a második mászóút, amely kiépítésre kerül, tehát bízunk benne, hogy nagyon sokan igénybe fogják venni, ide érkezve az ország más pontjairól. A használata az úgy fog történni, hogy a túl hegyoldalban a parkolónál lehet letenni az autót, és onnan le kell sétálni a mászóút a kiinduló pontjához, föl lehet mászni az úton, és azt követően pedig a visszaérkezés az autóhoz, és ha valakiben van elő, akkor a másik két útvonalat is ki lehet próbálni, vagy vissza lehet jönni. Hogyan a látogatóközpont? A látogatóközpont tervpályázatát a novemberi közgyűlés fogja elbírálni, tehát ki kell választanunk a három alternatíva közül, hogy melyik nyeri el a képviselőtestületnek a döntését. Most már lezárult a szavazás. El lehet mondani, hogy az egyik két komoly alternatíva van a döntésre, hiszen az egyiket a túlul a madár alapján készült látogatóközpont tervét támogatta a tatabányaiaknak a többsége, közel 50%-a, 40%-a támogatta a kör alakú a tudulfészek koncepciót, tehát a kettő között nincs jelentős különbség, míg a szakmai zsűri pedig pont fordított sorrendet állapított meg. Ez a két, mind a tatabányai, mind a szakmai zsűrinek a figyelembevételével tudjuk ezt a döntést meghozni, hogy melyiket valósítsuk meg, és utána indul a tervezés, és ott a védőfelszerelés, az, én azt gondolom, hogy ezt valóban meg kell nézni mindenkinek, és meg kell mutatni. A jövő heti Sportkedben foglalkozunk a megyei futballfejlesztésekkel, de ott leszünk a Grundfos KC Szentpétervár elleni EHF kupa mérkőzésén is. Mára köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is!